Gajdos Zsolt ezúttal csak a cserepadon foglal helyet és újoncot avat. Bencés Miklós Molnár Tibor személyében egy 20 esztendős támadó került be a csapatba. A másik oldalon nincs változás, ugyanaz a csapat, mint a Pécs elleni 2-1 során. Sőt, 9 olyan játékos van, aki az előző két fordulóban kezdő volt. Molnár, Kecskés, Simon, Hullám, Fiola, Bori, Szabó, Barta és Éger. 6. perc. Éger mutatja, hogy nem tudnak előre szaladni. Páló szabadrugása, ott a tovább perdülő labda, és megvan a vezetés. 1-0 az MVM Paks javára a 6. percben. Hajdukról fölperdül, és Kovács Gábor köszöni szépen a lehetőséget. 125. élvonalbeli mérkőzésén 5. gólját szerzi. Páló, gyönyörű védés Somoditól. A lényeg, hogy gólt szerzett az MVM Paks. Többen is indulnak. Simon! Kapufa! Bori ívelése. Fábio. Egy rossz labdalevétel. Iger! Kapufa! 51. perc. Tóth ijesztget. Bertus szalad neki. Bertus lövése is nem jön ki Molnárról. Ez sem 11-es, de igen, Molnár esése után némi habozást követően büntetőt ítél Solymosi. Tisler Patrik második gólját érheti el a Puskás Akadémiában. Berúgja, 1-1 az 54. percben. Nagy erővel lövi, jól helyezte a 11-est Tisler. Viszont erőszakosan támad le a felcsúti csapat, és ezért nem tudjám zavartalanul kihozni az MVM Paks. Ugyanakkor Simon helyzete, Simon gól! A 3. fordulóban is gólt rúg Simon Attila. Most már biztos, Simon nem csak a volt csapatai ellen tud gólt rúgni. Somodi lábai közt, Fábio lemarad. Ott a 4. idei találat a Simonnak. 73. perc. Ez most egy lágy ívelés, és egy sima gól! Megint Simon! 3-1! Egy egészen lágy szöglet, és nézzék meg, milyen üresen maradt Simon. Óriási hibát követett el védekezésben a Puskás Akadémia. Alig, hanem ezt szóvá teszi majd Bencés Miklós. Páló, nagyon szépen bal külsővel. Fiola. Kis. Ott az újabb helyzet, Somodi, becsorog. Hát ez most bal szerencse, ebben benne volt a fiatal kapus. Simon lövése, és 4-1. Kovács Gábor, Tisler Patrik, és utána háromszor Simon Attila. Így alakult ki a végeredmény. MVM Paks, Puskás Akadémia, 4-1.